Kedves nézőink, mi pedig egy utolsó bejátszással folytatjuk, ahogy említettem, Békási Ferencre emlékezünk, aki 1915. júniusában hunyt el Bukovinában. Zsenyin született, édesanyja nagyon fontosnak tartotta, hogy már a középiskoláit Angliában végezze, és később egyetemre is ott járt, jelentős személyiségekkel ismerkedett meg, nagy reményű, fiatal, tehetséges költő volt, mindössze 22 évesen hunyt el. A következő összeállításunk 1996-ban készült, és az az idős hölgy, aki akkor még megszólalt ebben a kisfilmben, nem volt más, mint Békási Ferenc húga, Békási Éva. Költő akartam lenni, lantot a kezembe venni, pengetni húrjain fenn zengő hangokat, ezüst harangokat. Még bírják ujjaim. Csodás összhangokat akartam én vezetni, amerre járok, vetni arany szénmagvakat, és lelkem vágy hevével, színes költő tüzével fakasztani, növelni varázsvirágokat. Fiatal volt, egészséges, előkelő és tüneményesen tehetséges. Kétségkívül legjelesebb íróink egyike lett volna ez a fiatal ember. Írta Tóth Árpád a század előn magyarul és angolul verselő Békási Ferencről. A csaknem elfeledett költő és tanulmányíró a Vasmegyei Zsenyén született 1893-ban. A hatalmas parkkal övezett családi kastély tulajdonosai a 16. századtól a nagymúltú bezerédiek voltak. Édesanyja Bezerédi Emma elhatározása volt, hogy valamennyi gyermekét Angliában tanítatja. Így került Ferenc öt testvérével együtt az ország akkor még egyetlen koedukációs intézetébe, a dél-angliai Beadle Schoolba. A Feri az utolsó fél évében volt Beadlesbe, én pedig az első fél évében, hát az egy öt év különbség, azt hiszem, lehetett köztünk. És hát ő nagyon nagyra volt ott tartva, mert igazán jó, nem jó tanuló, hát egy zseniális valaki volt, és a chief megengedte neki egyedül, hogy minket magyarul tanítson, a három fivérem volt még azon kívül. A Beatles-ben töltött évek nem múltak el nyomtalanul. Itt ismerte meg későbbi szerelmes verseinek ihletőjét, Noël Olivier-t, aki a világhírű színész Sir Laurence Olivier unokahúga volt. A Beatles éveknek köszönhette azt is, hogy kitűnően tudott már angolul, amikor 1911-ben a Cambridge-i egyetemre került. A nagyhírű King's College, azaz a királyi kollégium diákjaként történettudományt tanult, és itt jegyezte el magát az irodalommal is. Ettől kezdve sorra születtek angol és magyar nyelvű költeményei. Az egyetemen életre szóló barátságot kötött John Maynard Keynes-szel, a később világhírűvé lett közgazdásszal. Mindjárt a barátja lett, pedig hát nagyon sok évvel idősebb volt, és nagy hírű ember volt. Járt Zsenyén, és ott elmentünk lovagolni, és én voltam vele, és ő leesett, és azt kérte, hogy ne mondja meg senkinek a világon, hogy ő leesett, mert azt ő szégyeli. Keynes volt a vezéregyénisége az egyetem legkiválóbb diákjai tömörítő irodalmi klubnak, a szigorúan zárt körű apostolok társaságának. Külföldi létére hamarosan a tehetséges és rokonszenves Békásit is tagjaik közé választották. Összejöveteleiken, kedvenc olvasmányaikból és saját műveikből olvastak fel egymásnak. Békási ezeken az estéken találkozott újra Noellel, és itt ismerte meg a később filozófussá érett Bertrand Russellt, az írónővé lett Virginia Woolfot és a hozzá hasonlóan tragikus sorsú fiatal angol költőt, Rupert Brooke-ot is. A szellemi élet pezsgése nem csak rá volt nagy hatással. A magyar irodalomról írt tanulmánya és versfordításai révén művelt angol barátai előtt is ismerősen csengett Adi és Babics neve. Bár személyesen egyiküket sem ismerte, természetes volt, hogy verseinek bírálatára Babicsot kérte meg. A fák az útszegélyen hosszú sorba hullatják, sárga levelük a porba. Halk rezzenéssel hull a száraz ág. Az ősz,
az élet egy nyomorúság. A vadszőlőlevél ma vérpiros, az erdő hullott lomtól kárpitos. A föld is könnyez minden reggelen. Dermedt az élet, mely már nem terem. Békási tehetségének kibontakozását az első világháború tette lehetetlenné. 1914-ben senkinek sem sikerült lebeszélnie a hazatérésről. Elutazására egyik egyetemi társa így emlékezik vissza. Ménád mesélte nekem, hogy sikerült neki elegendő pénzt szereznie Békási Ferenc részére, hogy előző éjjel elhagyja Angliát. A bankok a moratórium miatt mind zárva voltak. Békási aggodalmaskodott, hogy visszatérhessen Magyarországra, harcolni. Anglia és Ausztria Magyarország között nem történt még meg a hadüzenet, egészen addig a reggelig, amíg Békási elutazott. Azt mondta Ménárdnak, meg kellett volna tagadnia a kölcsönt két okból is. Tudnillik, hogy egy barátját halálba küldi, és vele az ellenség erejét növeli. Ménárd vehemensen tiltakozott ez ellen, mondván minden érvet felhozott, hogy rábeszélje Békásit a maradásra. Békási hazatérése után a pápai honvédhuszárokhoz került kiképzésre. Innen vitték ki 1915 nyarán a galíciai frontra, ahol három nappal később Dobronócnál esett el 1915. június 25-én. 22 esztendős volt. Mikor elesett, akkor írta az ő főnöke, a nem tudom milyen rangban volt, hát ezeknek a főnöke egy nagyon szép levelet az apámnak, és attól tudtuk meg, hogy ő elesett, mert különben nem tudtuk volna. És akkor éjjel még az apám felutazott, hogy megkeresse, és két hétig keresték, még megtalálták. A háborúban ugyanaz ellenséges hadseregben harcolt, nevét mégis külön emléktábla őrzi a Cambridge-i kápolna falán. Szemben vele az elesett angol diákok hosszú névsora. Békási Ferenc a Zsenyei kastély parkjában nyugszik, és itt van eltemetve édesanyja is. Virít-e a virág ifjak sírjainál? Frissen hantolt halom fölé hajol-e rózsaszál? A szellő súgdos-e, hiába hősöket vértől irtóztató mezőn, hol eltemettetek? Tóth Árpád a fiatal költő meglepő komolyságát, bölcselkedő hajlamát, Kosztolányi érzékenységét, tiszta és meleg hangját, Babits nagy lendületű líráját méltatta. Nekik s Békási híressé vált angol barátainak köszönhető, hogy neve nem merült végleg feledésbe. Versei Virginia Woolf jóvoltából Angliában is megjelentek. Békásiról még annyit, hogy hosszú ideig ő volt a legismertebb magyar költő Angliában, miközben mi itt Magyarországon csak a 2000-es évektől kezdtük felfedezni őt. Most azonban halálának 100. évfordulója alkalmából június 25-én megemlékezést tartanak Zsenyén az Alkotóházban, az egykori Békási kastélyban.